Sziasztok! Ma folytatom a Total War Róma 2 római kívásos végigjátszásmat. És itt maradt abban, hogy megtámadtam a kártágóiakat, ugyebár akik ostromolják Tingiszt. És jó lenne elfoglalni, mivel ugyebár miután győztünk, utána a városi őrség is sokkal gyengébb lesz, és el tudom foglalni Gadirát, ami egész jó város, mivel plusz 2 közrendet fog adni minden provinciába, ami egész jól jön. Vannak nagy ballisztáik. Enemy reinforcements approaching. Állunk az erősítésük. Ott jön. Our general is under attack. Oh, Taoi. General is dead. Az előcsatározóikat kell elintézni. Ezeket kéne így gyorsan hátba támadni, a hasztátikat lemészárolják. The men are wavering. Soki! Break off!
battle is turning in our favor. Balisták eldezertáltak. Vicces. Azt mondták a balisták, hogy na, mi mentünk. A noble fighterek kemények. One of our units has used all its ammunition. Bár ennyi fel fogják adni. Ja. Jónak jó volt. Hű, ez jó volt tényleg. Kisebb csapat. Következő körben elvesszük Gadilát. Jó kis sereg. Az egész helyzeket megtámadom, ezek besegítenek. Hát öt légionáriussal tudja, hogy ezeket nem zúzzuk le. Mindegy. Kárthadásztot el tudnánk venni, csak az a baj, hogy itt vannak a lüzotániaiak. I make the offer.
nagyon Imperiumot kéne lépni, mert több csapat kéne. Á, francba. Oké, okozzunk minél nagyobb veszteséget. Több helyről jönnek egyszerre. Perhaps if they fight as well as they look, then this might be a challenge. But I doubt it. They'll be writing girly poems to each other, I'm sure. Stand to! Hát, szerintem jól tudnak harcolni. Főleg ugyebár, mivel pikásaik vannak. Ez így nem lesz jó. Ha csak sima hoplitáik lennének, akkor még lehet azt mondanám, hogy lemészárolnánk a sereget. Majdnem mind, de így. Kicsit sokan vannak. Parittyásokat kell elintézni. Men flee the field of battle. This is a shameful display. General, brave Romans to a man. Missile infantry, sons of Mars. Forward! An entire unit has perished. Next stamp our orders. Pull back! Advance! Advance at speed! Aj, de rosszak a pikások. Túl OP-k. Waiting orders. Sons of Mars. Next stamp up. Orders. Missile infantry ready. Break off. Attack.
Pikások ellen semmit se érnek. Bár ezzel adunk nekik. One of our units has used all its ammunition. Csodálkozom, hogy azok csak ott állnak. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Hát igen, a pikások azok OP-k. Még a leggyengébb pikás egység is simán legyőzi a legerősebb közelharci gyalogost. Ja. A sorozott pikás is le tudja győzni a vizét, például a Pratorianus gárdát szemtől szembeni harcban. Ami eléggé OP dolog. Rom 2-ben mondjuk a pikások rohadt OP-k. Például Total War Attilában már nem. Ott már annyira nem OP-k. De Rom 2-ben uff, katasztrófa. Még igaz, hogy a pikások tényleg olyanok voltak, hogy egy pikás egységet csak egy pikás egység győzhetett le szemtől szemben. Szóval egy szempontból érthető a dolog. Oké, okay. Meg jó, hogy nem rombolta le az épületeket. A fene, 8 hajó. Okay. Ready for orders. As you command. Nincs itt senki. Ready for battle. Ez az. Imperium lépés.
Triari. Nem tetszik az arány. 20%-át elveszíteném a seregnek. Ha lejátszuk, nagy valószínűséggel nem veszítek senkit, szóval... inkább lejátszuk. Na, hadd jöjjenek. Jó, mert most Imperiumot léptem, le tudok képezni még néhány flottát és csapatot. Csak nem nagyon van rá pénz. Nem volt a legjobb ötlet leképezni egy csomó veterán légionáriust. Túl drága a fenntartása és nem éri meg. De most már nincs mit tenni, már leképeztük, de nem volt jó ötlet egyáltalán. Egyáltalán nem volt jó ötlet, mert túl drága a fenntartása. The enemy general is dead. Na ja, 6 embert veszítettem, az nem a seregem 20%-a. Ám bár Ibéria elfoglalásával megnő a bevételem. Ó, te jó ég. Milyen kapcsolatban vannak amúgy ezek? Az itt lévő népek, itt mindenki, egész Görögország, Kelet, nagy valószínűséggel mind szövetségben áll egymással. Te jó ég. Ah, Róma. Húha. Jönnek a brujécik. Ezek itt fosztogatnak. Lázadás is lesz. Na, de elintézzük mi őket. Transport. I don't care how tired you are. Hogy legyen, hogy jó legyen. Valahogy el kéne venni Karthadastot. Bár nem állnak szövetségben a lüzotánok a kartágóiakkal, de... ugye bár ellensége a barátom, szóval ha meg is támadom Karthadastot, akkor is besegít. Ha minden igaz.
for battle. March until your feet bleed. Then march. Na, hát itt a közben nem a legjobb. Hármas szintű lovak, az jó. Plusz közrend sose árt. Auxiliás illíreket tudnák felvenni. Lehet, hogy ezt át fogom építeni teljesen, hogy legyen egy barak, meg ez. Csak hogy tudjam könnyebben védeni a várost. Ám bár elegendő lesz csak ez. És akkor ez nem kell. Ennek a helyére kell egy templom, plusz át kell ezt is építeni majd. Oh, nem rombolom le. Ibériát el kéne foglalni. Ha Ibéria meg lenne, akkor hátba tudnám támadni az arverusokat, meg minden. Szóval Ibéria az kell nekem. Ez így gyenge flotta. Ja, következő szintnél ezt kell fejleszteni. 4%-kal csökkenti még a fenntartását a csapatoknak. We no longer. Ah, oké. Húha, mondjuk kicsit sok a flottás hajó. De harcra. Oké, ott jön az erősítés. Oké. Okay. Transportokkal mondjuk nem megyek sokra. Oh, really? Mind ott jön az erősítésük. Jó, neked nagyjából annyi is, ha eltalálnátok már végre. Na végre. The enemy general is dead. Ships waiting.
Hát... The men are wavering. Those guys. Our general is under attack. De. One of our ships is being boarded. A veszteség valójában annyira nem érdekel. Itt csak győzni kell, a lényeg az. Győztünk, milyen a város. És... és újjáépítjük a flottát, nem gond. One of our units has used all its ammunition. De ez a hajó hülye vagy mi van? Elsüllyedt a hadvezérem, remek. An entire unit has perished. Nem tud lőni. Néhány hajónak az onágerét szétlőtték. Oh, for fuck's sake! Bakker. An entire unit has perished. Bakker. Okay, elkaptuk őket. Párat elsüllyesztettek. Nem gond, annyira nem gond. Jó, mondjuk nagy lett a veszteség, de a lényeg, hogy győztünk ezzel legyengítve a kártágújakat, és lehet, hogy mivel a lüzotánok látják, hogy sokkal kevesebb hajón van, így tengerre szállnak, talán, és akkor
elverhetjük őket tengeren. Mert ugye már csak transportjaik vannak, szóval semmi komoly. Oké, két egység, az tűrhető. Ja, semmi komoly. Hú. Kár, hogy az admirális meghalt, de nem baj. Új hajókat építünk és folytatjuk a támadást. A végén úgyis mi győzünk. Mindig ezt mondom, tudom. Mindig ezt szoktam mondani, hogy a végén így is úgyis mi győzünk. Ó, nem támadott meg, hanem a város felé vette az irányt. Mi a fene? Oké, visszavonulnak. Sirály. Bár ha minden igaz, nem sikerült a rajtaütés. De megküzdünk velük. Mondja az egész négy csapat Tarantin. Csomó masszaliai Tureos lándzsás. Jaj, de köcsög éjjájjal játszom, te jó ég. Erre meg lekempel a sarokba. Vörös vonal mellé. Jaj, te nyomorék, te. Mekkora köcsög. Ám bár egy szempontból jó, mert így a lovasságát egyből el is kapjuk. Ugyebár a Tarantinok nem fognak tudni visszavonulni, úgymond. Nem fognak tudni manőverezni. Ami egész jó. Egy szempontból jó. Our hidden units have been discovered. Under attack. The men are wavering. Milyen köcsök bekempel a sarokba. Make help! You wait, so come on. By your command.
Te mi az eget csinálnak ezek? Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ready! Soki! Double time! Hát ez egyáltalán nem jó. One of our units has used all its ammunition. A fenébe. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Yours to command. Saki, Tribunus. Charge! Megölnétek a hadvezérét? Már csak ő van az egész csapatból. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Equo! T-O! Ready for orders. Jól elintéznek minket. Ready for battle! Battle ready! Warriors! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Egy az egész övék a magaslat. Már lassan feladják. Ez szar volt. Ez nagyon-nagyon-nagyon szar volt.
Hát ez nem volt a legjobb. Annyi az egész, hogy kempeltek a sarokban, köcsögök. Plusz a masszaliai Tureos hopliták vagy lándzsások nagyon jól harcoltak. Van egy olyan érzésem, hogy blokk... Ah nem, vissza, oké. Blokkolni fog. És megint megtámad. Vagy nem. Kikötöttek. Egy lovas egységet veszítettem mindössze. Tudok Pratoriánost. Az jó. Pratoriánus az jó. Na jó. Jó vagy nem jó, kell egy új sereg. Oké, okay, elég jól kezdődik. Ready for orders. Yes. Commander. It is an honor to serve Rome. Flotta. Ready for orders. It is an honor to serve. Hard on the oars, you men. Ships to port. Assembling the fleet. Pár ilyen kisebb hajó jól jön. Elfele. Lüz... vagyis nem, Veterán Shield Warriors. Az jó. Csodálkozom, nem támadott meg. Most az van, hogy még jobban ki kell egyensúlyozom a közrendet. Csak előbb ki kell fejleszem a Pratoriánus gárdát, meg az ilyen legionárius lovasságot, stb. És akkor ráállok megint a közrend fejlesztésre, ugyebár a technológiákkal, korrupció csökkentés, meg ilyesmi.
The enemy general is dead. No. Remek. Árdiaik, illír lándzsásokkal. A fene. Oké. Na, legyen csak ilyen hajó. Még 4 kör, plusz csökkentjük ugyebár a csapatok fenntartását még 2%-kal. Plusz ugyebár kapunk jobb harcosokat. És... Utána ráállok ezekre a technológiákra, plusz közrend, korrupció csökkentés, meg ilyesmi. Az nagyon kell nekünk. Ezeket kell valahogy elintézni. Plusz a következő imperiumnál kapok izét, hogy kiehezhetek új játékokat, meg ilyesmi. Hát az gáz amúgy. Jelzik egy csapat Soki Equitis Extraordinariai, de nem gond. Ez a sereg elkészül. Irány ide, mert ezek itt nagy valószínűséggel fosztogatni fognak, vagy nem tudom. Lehet, hogy tengerre szállnak, mindegy. És egy sereggel és a flottával megtámadjuk Massaliát. Kartubát elfoglalom. De csak azért, hogy lerombolhassam az épületeket. Így. Ezek ide nem kellenek. Mert utána hagyom, hogy elfoglalják. Csak muszáj valamiből gyorsan egy kis pénzt csinálni. Mert amúgy sem tudnám megtartani mindkettőt. Nem, bár lehet. A lényeg az, hogy nekem kell Karthadaszt. Csak ahhoz ez a flotta újra flotta képes kell legyen. Harc képes. Tele. Bár a bevételem egész jó, szóval nincs itt annyira nagy probléma. Egész addig még van bevétel, addig nincs probléma. Jó, te jó vég. Jézusom! Atya ég, mi van ott? Hát
Nem is hiszem, hogy Memphis-t megként próbáljam elfoglalni. De leesett a bevétel. Mert ha meg is próbálom elfoglalni Memphis-t, ugyebár el is foglalom, ezek egyből rám jönnek, nekem végem. Szóval inkább kempelünk. Lázadás is lesz. Bevétel így is úgy is nulla dénás, szóval nem érdemes adózzon. De így is úgy is két kör, szóval mindegy. Ugyebár annyira, annyian fosztogatnak, hogy elvisznek minden bevételt. Ja, erre számítottam, köcsög. Á, de hogyha elmegyek onnan, akkor megtámadja a várost. Á, nincs élelmük. Az jó. Bárha ide tudnák hozni még egy sereget, két sereggel már kezdhetnénk valamit ezek ellen. Annyira nem elitek a csapatok, szóval nincs ilyen, hogy kemény elit gyalogság meg minden, de a túlerő az túlerő. Plusz valójában nem is a közelharci egységeik intéznének el minket, hanem az a rengeteg előcsatározó. Ugyebár a játékban rohadt OP-k az előcsatározók. Mindent ütnek, semmi perc alatt. Hogy elnézem a lüzotániaiaké, majdnem egész Ibéria. Plusz Kártágónak már csak Kárthadászt van. Mennyi pénzt adna, hogyha békét kötnénk? Utána persze hadat üzenek neki. Ó, sirály. Jó. I will have to sacrifice much to remove the taint of this agreement. Haka. Ezeket kell elintézni. A lényeg az, hogy nem érhet úgy kör véget, hogy valakivel nem álltam hadban. Jó kis trükk, ugyebár, hogy elfogadom a pénzt, utána újra hadat üzenek neki, az kész. De nem, nem ér úgy kör véget, hogy nem álltam volna hadban valakivel. Oké. Jönnek ők. Nem értem, miért mennek előrébb néha a hajók, ha ugyanúgy lőtávban vagyunk. Majdnem. Legalább egy-egy hajót süllyesztünk már el. Az egész, hogy a flottás hajóik azok jók. Artillery awaiting. Ships waiting. Artillery ship. Repeating.
Our ships is being boarded. Ships ready and awaiting orders. Target enemy ships. Our general is under attack. General, commander, to Buenos. One of our ships is being boarded. Pár hajót el fogok veszíteni. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Okay. Egy hajót veszítettünk. Az jó. Az tűrhető. Majdnem kettő lett. Nem, bár két embert kapunk úgymond egy kör alatt. Ez kevés. Okay, ha építünk még hajókat, akkor négyet. Hagyom, hogy Kartubát amúgy elfoglalják. Jó esélyem lesz amúgy elfoglalni Karthadastot. Mert hogyha nem egyensúlyozzák ki az élelmellátást, akkor nagyon legyengül a városi őrség, és akkor könnyedén el tudom venni. Meg plusz a sereg. Ezzel a sereggel ugyebár megtámadom Karthadastot, és akkor easy win. A flottával pedig védekezünk. Hm, 15%-kal több bevétel jön a halászatból, vagy mi a, nem a halászatból, ilyen a maritime commerce. Az ilyen tengeri kereskedelem, vagy valami ilyesmi. Ami egész jó. Alexandria miatt. De jó ég. Egyfolytában szabotálnak minket. Hűha! Szóval így állunk. Jó, mert csak közelharci egységeik vannak, amiben mi jobbak vagyunk.
havazik keményen. Enemy reinforcements approaching. Na jó, van még erősítésük is. Hagyom, hogy mind bemenjenek a főtérre. Hajókkal jó, szétlőjük őket, a többit elintézzük a veterán légionáriusokkal. Jó erős flotta. Tűz oda! Rohadt sokan vannak. Wow, hogy egybe vannak ott tömörülve. Most nem nagyon tudnak célozni ezek. Lőjünk csak sima lövedéket, azzal jobban céloznak. Jó, mindegy. Rátámad a csapataimra? Meg lehet. Ám bár a Brujéciknek vannak előcsatározóik. Szórjuk meg őket. Fenébe már. Discovered the enemy's hidden units. Jupiter gives us strength. Legionaries! Generals! Romans ready for duty. Az előcsatározók veszélyesek. Double time goes to tomorrow.
Jaj, de hülyék ezek a hajók itt, te jó ég. One of our units has used all its ammunition. Ennyi az egész, a kardforgatóim nem harcolnak valami jól lovasság ellen. De a gyalogságot azt mészárolják. Méghozzá jó gyorsan. Jó, mert a hajókkal bombázzuk az előcsatározóikat. Kéne a plusz városi őrség amúgy. Mészárlást tartunk amúgy. Ezért Levi Freemanek vs. veterán légionárius, mi? Amúgy a veterán légionáriusaimból nem sokára evokáti lesz, ami aztán nagyot üt majd rajtuk. Hadvezérét kell lelőni. Mert a hajók amúgy rengeteget megölnek. Már nagyjából mindegyik 100-on felül. Ez az egy, ami 61-et csak. Vonuljunk vissza a hajókhoz. Támogassanak a hajók. Jó ötlet volt leképezni ezt a flottát amúgy. Nagyon király. El fogják adni? Ja. Ennyi. Jó volt. Egy csomó illír idióta. Egyszerűen a veteránok mészárolták őket. Meg ugye már jöttek a bulejecik is egy csomó izével. Levi Freemannel. Lényeg az ugyebár, hogy mindig a parthoz közel kell harcoljunk, hogy a hajók támogassanak. Az onágeres hajók. Vagyis ballisztás. És akkor a veterán légiósok pedig a gyalogságát, ami a szárazföldön van, azt elintézik. Főleg ugye bár, hogy a ballisztás hajók mindent szétlőnek, amit látnak. Bár az ellenséges előcsatározókat szépen elintézték. Ó, oh, és ostrom alá vett csak. Nézd!
Várjunk, Liguria még megvan? És hát ha jól láttam, igen. Kartubát elfoglalhatjátok, nem gond. Erre elkezdtek fosztogatni. Jó, ja, a Liguria még megvan. De... ó, oh, Tulifurdum az övék. Lol. Hát ennél jobb arányra számítottam. Na mindegy, ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!